Két listát vitt az igényekről Süli János a találkozóra, külön csoportosítva a függőben lévő, az elutasított vagy csökkentett, illetve a régiós és az ország teljes területére az atomerőműből eddig biztosított támogatásokat. A legsürgetőbb igényekről hamarosan döntenek. Én bejelöltem azokat a támogatási fejezeteket, ami fontos, hisz nevezések múlhatnak rajta, mint a paksi kosárlabda, de akkor a szekszárdi női kosárlabda kérdése, hogyha nincs meg a pénz, ugye akkor nem is tudnak nevezni. Ezt akkor, és akkor értelemszerűen a helyi médiának is a támogatásait, amivel már ugye nem lehetne, hisz eltelik fél év, és még ugye akkor a helyi média nem kapta meg azokat a támogatásokat, amivel működni tud. Tehát ez a csomag, az OSE, PSE, szekszár, kosár, szekszár, pingpong, egyéb, tehát amiknél egyértelmű volt, az akkor az is 400 millió forint különben, hogyha sürgősen helyre akarják tenni. Erre az volt az ígéret a Lázár úrnak, hogy értelemszerűen átnézik a ott hagyott listát, és akkor ezeket a bejelölt tételeket a lehető legrövidebb időn belül próbálják elbírálni, és akkor a támogatást ezekhez a tételekhez hozzárendelni. Lázár János arra is ígéretet tett, hogy a részletesebb lista feldolgozása is elkezdődik, hiszen a kormányzat számára fontos az atomerőmű és a bővítési tervek körüli nyugodt légkör. Ennek biztosítására június közepén megalakul Pakson a tervezett társulási tanács, tájékoztatott városunk polgármestere. Júniusban, 15-ével kezdődő héten lesz egy olyan összejövetel Pakson, ahova már a 41 település polgármestere lesz meghívva. Meg lesznek hívva azok az érintett országgyűlési képviselők, akik a 41 település érintette, de azok a képviselők is, akik akár listáról, vagy egyéb, de a régió kapcsán kerültek be. Ugye mi pillanatnyilag egyet tudunk a Heringes Anitát, de lehet, hogy a túlfélen is van ilyen érintett képviselő, azt majd napokon belül egyszerű kideríteni, csak még erre tegnap estétől nem volt idő, de akkor ez 5 vagy 6 fő a tudásunk szerint, tehát akkor ez a testület azon a 15. éve kezdődő héten alakulna meg Pakson. Az új szervezet működési részleteinek és feladatainak kidolgozása azonnal elkezdődik. Az alakuló ülést várhatóan az Erzsébet nagyszállodában tartják. Az első megbeszélésen részt vesz a miniszterelnökséget vezető miniszter is, aki a tervek szerint ezen a napon találkozik az atomerőmű vezetőivel és érdekvédelmi szervezeteinek képviselőivel is. A grémium működésére 1 milliárd forintot biztosít a kormány. Az új szervezet várhatóan a Dunamecsek, illetve a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány feladatait is felvállalja, hangzott el a sajtótájékoztatón.